Itt a 15. perc eseménye. Figyeljük Kabátot, visszafordul, és ott Bruno Moraes nagyszerűen a lábak között adja, 5 egri védő között tud Vasiljevic gólt szerezni. Igen, de ez volt az a mozdulat, ami a gól előtti pillanatban nagyon sokat jelentett, hiszen megelőzte a beadás, jött befelé, megelőzte a újpesti játékos ellenfelét, itt van. Jó lett volna, ha be tudja húzni maga elé, nem sikerült, így tovább passzolta, vagy ugye be középre, és meglett a gól, úgyhogy jól mutatkozott be a fiatalember, aztán látjuk, hogy fog még alakítani. Krisztől kapta Kabát, óriási lövés, nagyot véd az egri kapus. Igen, itt nem támadták meg az újpesti játékos, nyugodtan előhet, egy óriási bravúr, bár ha kint van, akkor mondhattam volna, hiszen az ötösnél állt, hogy túlságosan kint van és kapusiba, de hát gyönyörű védést mutatott be. Ugrottunk előre. Indul a támadás, már a 65. percben vagyunk. Lassan szövik azért, aztán már itt van Kabát. Remek beadás, és ott van, beperdíti Bruno Moraes. Nagyon szép gól volt. Jött a rövidre, ugyanúgy, mint az első gól előttünk a beadásra jött be, megelőzte szintén ellenfelét, csak most be tudta pörgetni. De itt is lehetett látni, hogy mennyire hosszú volt már az eger, idézőjelben, vagy a csúnya kifejezés, hogy a védők nem kaptak megfelelő segítséget, hiszen a középpályások és a csatárok lassan értek vissza, így pedig ez a támadásból szép gólt szerzett az Újpest. És ez pedig bármi hihetetlen, a második félidőben az egyetlen olyan lehetőség, ami akár még kecsegtetett góllal, a csereként beállt Kabele lövése volt. Nem volt még vége viszont a mérkőzésnek, látják, a 87. percben vagyunk. Aki leghamarabb ébred, az Kriszt. Lágyan átíveli a másik oldalra, és Balogh fejesével megvan a 3-0-ás végeredmény. Balogh Balázs nagyon megérdemelte ezt a gólt, nem csak azért, mert jól helyezkedett, hanem egész mérkőzésen nagyon nagy szorgalommal futballozott, sokat futott, jó benne volt a játékban, úgyhogy egy szép góllal fejezte be is ezt a jó teljesítményt.